A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, egyre fontosabb a környezettudatos szemlélet, a vállalkozások zöldítése a KKV szektorban is. A gazdaság házában tartották az Országos Vállalkozói Mentorprogram fenntarthatósági szemléletformálás célzó alprogramjának nyitó rendezvényét. A köztérben erre kalauzoljuk el Önöket, tartsanak velünk! Vállalkozások vezetői munkatársai vettek részt az Országos Vállalkozói Mentorprogram legújabb fenntarthatósági szemléletformálás célzó alprogramjának országos nyitórendezvényén. Szili Katalin, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács alapítója és tiszteletbeli elnöke hangsúlyozta, a környezettudatos szemléletmód a vállalkozások működésének zöldítése ma már a KKV szektor számára is nélkülözhetetlen. Mi is az a fenntartható fejlődés? Nagyon sokszor egyébként politikusok is keverik, kavarják, parlamentben is sokszor hallani a felszólalásokat, ahol ma már minden fenntartható. Tehát mindenhez, amihez hozzátűzik, hogy fenntartható, akkor arról azt hiszük, hogy na hát ez egy olyan dolog, ami hosszú távon megmarad, és így többek között az is, hogy fenntartható a növekedés, fenntartható gazdaság, fenntartható vállalkozások, tehát minden az ég világon, és ez egy ilyen jól hangzó, mondhatnám azt, ahogy ma pestiesen mondják, hogy ilyen trendi arról beszélni, hogy minden fenntartható. És mivel elnök úr mondott egy ilyen ugye fenntartható növekedésről és a fejlődésről, picit próbálom önökhöz közelebb is hozni azt, hogy mi is a fejlődés meg a növekedés közötti különbség. Rém egyszerű, növekedni az többé válni, fejlődni az jobbá válni. Ezért is szólt arról elnök úr, hogy a fejlődésnek vannak olyan kritériumai, amelyek nem kifejezetten gazdasági kérdések, hanem abban vannak erkölcsi, morális és egyéb kérdések is. És azért is szükség van erre, mert egy-két dolgot hadd említsek önöknek, a szlájdjaimon is igyekeztem néhány olyan dolgot említeni, hogy is néz ki ma ez a világunk ebben a fenntarthatósági kérdésben. Az erőforrásainkat jócskán túl használjuk, és ha jól megnézzük ezt a világ térképet, azért jól látszik, hogy a fejlődő része a világnak az, ahol a zöldet látják, amelyik ma kevesebbet fogyaszt, mint amennyit egyébként erőforrásaiban megenged neki a föld erőforrása. És azért tessék megnézni, hogy a fejlett világ, tessék megnézni Észak-Amerikát, vagy Európát, vagy az Ázsiának azt a részét, ahonnan ugye Kína, India, a feltörekvőket, hogy mennyi erőforrást használ. És ezt azért is mutatom önöknek, mert van olyan mutató, amiben ugye ezt vizsgálni lehet, ezt úgy hívjuk, hogy ökológiai lábnyom. És azért csak szeretném elmondani, hogy ma június 8-a van, ha emlékeim nem csalnak, legalábbis reggel, mikor felkeltem, még az volt. 2021-ben június 8-a volt pontosan az, tehát egy évvel ezelőtt, amikor Magyarországon azt az erőforrás mennyiséget, ami 2021-es évre számunkra megvolt, ezt az erőforrás mennyiséget elhasználtuk. Tehát június 9-től kezdve már minden olyan dolog, amit felhasználtunk, a következő évi erőforrásainkból ment, magyarán, és akkor elnök úr ugye unokái már tőlük vesszük el mindazt, amit felhasználunk. És ezért is van az, hogy és akkor majd erre még vissza fogok térni erre a szlájdunkra, de akkor gyorsan erről is beszélek, hogy tulajdonképpen az, ami a fenntartható fejlődést jelenti, ebben három olyan összetevő van, amit nekünk mindig figyelembe kell venni, ez pedig a gazdasági, a társadalmi, szociális és a környezeti dolgok együttese. Ez pedig azt jelenti, hogy a gazdaság az nem lehet más, csak cél, illetve eszköz. A társadalmi, szociális célok megvalósításához úgy, hogy a környezetet úgy veszük figyelembe, mint korlátot.
Nem szeretnék itt olyan kérdéseket feltenni, bár kerültem már olyan helyzetbe, hogy lakossági fórumon azt kérdeztem, hogy milyenek a fogyasztási szokásaik, hogy fogyasztanak-e PET palackból, vagy vásárolnak-e állandóan műanyagot, egyebet. És petpalack kapcsán kérdeztem így a lakosságot, erre egy borízű hang azt mondja, hogy látja, én ezért iszok sört, mert az visszaváltható üvegben van. Na most hát nyilván vannak ilyenek, de én azt gondolom, hogy például oda kell figyelnünk arra is, milyenek a fogyasztási szokásaink, mert ugye a környezetünk korlátos, és ha csak azt veszük figyelembe, hogy ma a világ óceánjain 27 magyarországnyi műanyag sziget létezik. 27 magyarországnyi. Ez van 2022-ben, azért tessenek bele gondolni, majd ha hazamennek és otthon kiveszik a hűtőszekrényből a jó melegbe a petpalackos ásványvizet, és ha majd kidobják, hogy ez hova kerül és mi lesz vele. Sajnos ma a világunk ilyen, hogy ilyen helyzetben van. És ezért is van itt csak egy... Ezt a szlájtot azért mutatnám, mert ma összesen 1,7-nyi bolygót használunk, ebben van némi ugye vita 1,6 meg 1,7, és muszáj beszélnem azért a mai világunkról is, mert a pandémia időszaka, és általában például a rendszerváltozáskor a recesszió időszaka, az a környezetnek mindig jót tesz. Mert sokkal kevesebb erőforrást veszünk igénybe, így nagyon érdekes, hogy a pandémia időszakában is volt egy visszaesés az erőforrások felhasználásából. Ezért van az, hogy azt kell mondanunk, hogy tudatosabban kell élnünk, és ma ugye 1,6-1,7-nyi bolygót használunk, holott hány bolygónk van? Egy van. Egyen élünk, de annyi erőforrást veszünk igénybe minden esztendőbe, ami már a következő időszaknak az erőforrás felhasználását jelenti. És itt csak egy összehasonlítást hadd mondjak, ha a világon mindenki úgy akarna megélni, és csak emlékeztetem önöket az előző szlájdra, ahol ugye például Észak-Amerika ugye egy teljesen vörös foltot jelentett, ha mindenki úgy szeretné, és minden polgár érni, mint az Egyesült Államok polgárai, 4,5 bolygóra lenne szükségünk. 4,5 bolygóra. És azért ez nyilvánvaló, hogy elég ijesztő, hogyha az ember belegondol abba, hogy 4,5 bolygót, holott hangsúlyozom még egyszer, a bolygónk egy. Egy darab bolygónk van. Itt a 2022-es országonkénti túllövés napjai szerepelnek. Nagyon érdekes, hogy február 10-én Katar már elkerülte az erőforrás felhasználását, tehát már a jövőt használja fel, és azért látszik az, hogy a fejlődő országok azok, amelyek szerepelnek, ahol még december, tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az egyévi felhasználás gyakorlatilag ők vannak ott, ahol egyébként az egész bolygónak lenni kellene. Én most úgy taksálom, hogy körülbelül idén az egész bolygóra, hogy július közepe lesz, amikor a túllövés napját, ezt az úgynevezett túllövés napját elérjük, amikortól kezdve már a következő évi erőforrásokat vesszük igénybe, és itt szerepel ugye a 2021-es, és itt látszik is ezen, ahogy a pandémia időszakában ez a trend egy picit megfordulni látszott, de ez csak látszott, hiszen abban a pillanatban, ahogy normalizálódott a helyzet, ez egy egészen más képet mutatott. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Elnök úr, ahogy említettem, ugye 2021-ben június 1-e volt, és akkor itt látszik, hogy ha USA, akkor most már 5 bolygó, 4,5 azért Ausztráliánál is mennyi, és India a 0,7 bolygót használ, és azért tessék megnézni, Olaszország 2,7-et, Egyesült Királyság 2,7-et, és azért itt nagyon jól látszik, hogy mi a különbözőség a fejlett és a fejlődő országok között az egész bolygó felhasználásában. És akkor eljutottunk oda, hogy mit is lehet ebben a helyzetben tenni. Ugye a világ is és Európa is folyton próbál olyan megállapodásokat hozni, amiben lehetőség szerint ezeket akár a kibocsátásokat, az erőforrás felhasználások minimalizálását próbálja elérni,
nyilvánvaló azzal együtt, ami elvárás, hogy hát minden lehetővé váljon számunkra, minden elérhetőség, és azért ebben én azt gondolom, hogy nyilvánvaló mindenkinek megvan a maga felelőssége és a maga hozzáadott értéke abban, hogy hogyan tudjuk ezt egyébként egy olyan állapotba hozni, amiben mi magunk, Magyarország hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ezt a trendet és ezt a tendenciát megfordítsuk. Én itt néhány olyan dolgot szeretnék azért elmondani önöknek, és itt a jogalkotás területén én magam arra büszke vagyok, hogy a 90-es években pont akkor lehetem környezetvédelmi államtitkár, amikor azokat az alapvető jogszabályokat megalkottuk, amik ma is ugye sok-sok módosítással, de gyakorlatilag hatályban vannak, kezdve a környezetvédelmi törvénytől, egészen a műemlékvédelmen keresztül a természetvédelmi törvényig, és a különböző rendeletektől, amiket mi magunk is Magyarországon bevontunk a magyar jogszabályi keretek közé, és azért szólni kell egy pár szót arról is, hogy ugye megalakult a környezetvédelmi tárcánál, van egy úgynevezett környezetvédelmi tanács, az EU-s csatlakozás követően van jövő nemzedékek országgyűlési biztosa, illetőleg ma biztos helyettesként dolgozik, és a Nemzeti Fenntartató Fejlődés Tanács megalakításával gyakorlatilag létrehoztunk, ahogy Ékes József volt képviselőtársam, mondta annak idején, hogy tulajdonképpen a második kamarát létrehoztuk ezzel, hiszen a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsban civil szervezetek képviselői, kamarák, érdekképviseletek, egyházak, köztestületek képviselői vesznek részt, benne a parlament frakciói képviselőivel, és én azt gondolom, hogy egy olyan 32 fős tanácsot sikerült ezzel kialakítani, amelyiknek a munkájának az eredményeként jött annak azelőtt 2013-ban fogadtuk el azt a fenntartható fejlődés nemzeti stratégiát, amely stratégiának az a különlegessége, hogy figyelembe véve a természetet, figyelembe véve az ember ráhatását, figyelembe véve a gazdaságot, létrehozta azt a prizmát, amin keresztül, és azt a felelősségi rendszert, amin keresztül meghatározta, hogy kinek mi a feladata. Ezt egyébként a parlament honlapján meg lehet találni, ezt a stratégiát, és nagyon fontos, hogy szerepelnek azok a felelősségi körök konkrét feladatokkal együtt, mint amilyen az egyén és a család, önkormányzatok és a kormányzat, a gazdaság szereplői és a civil élet szereplői. Ebben egyébként most készült el, már készen van, de még nem került nyomdába, a negyedik jelentés és beszámoló arról, ami a 2020-ig tartó időszakot felöleli, hogy mit teljesített ebben Magyarország. És nyilvánvaló önök, akik egyébként a gazdaság szereplői, ebben is találhatnak olyan feladatokat, amelyek szerintem fontosak, bár tudom azt, hogy egy-egy vállalkozás részéről az elég nagy terhet jelent, mire minden jelentésnek mindennek eleget tesz, mindazon hatósági kötelezettségeknek, ami egyébként a környezeti és ezen belül a feladatok ellátását jelenti. Bár hozzáteszem, hogy most már nagyon sok helyütt találkozom azzal, hogy nem kapcsolt feladatként foglalkozik valami ki a környezetügyével egy-egy vállalkozásnál, hanem önálló feladatként tűzik ki. És ebben itt utalnom kell arra is, ami a 2012-ben hatályba lépett alaptörvényünket jelenti, ahol egyébként, és az első olyan, ahol megjelent a fenntartható fejlődés, mint cél is, ennek az elérése, amihez, és ha már elnök úr itt a növekedés és a fejlődés közötti különbséget említett, és hadd térjek erre vissza, hogy annak idején, amikor mi a fenntartható fejlődés keretstratégiát a parlamentbe elfogadtuk, akkor az elfogadó határozatban szerepel az is, hogy ahogy ezt egyébként annak idején Sárközi elnök úr
francia volt köztársasági elnök megtette, hogy néhány Nobel-díjas közgazdást fölkért, hogy próbálják meg kidolgozni azt, hogy milyen mutatók alapján lehetne a fejlődést mérni a GDP ellenébe, hogy ezt a elnök úr említette, mert hát valljuk be őszintén, hogy egy gépkocsi, ha áll a pirosnál és ugye töfög, az a gazdaságnak nagyon jót tesz, viszont a fenntarthatósági szempontból meg pont ellenkező, tehát a fejlődés szempontjából meg pont ellenkező előjelű. Most nyilvánvaló, hogy óriási a különbség, és ki is dolgoztak közgazdászok erre vonatkozóan egy elvrendszert, amire egyébként mi a parlamentben annak idején a határozatban szerepeltettük azt is, hogy a KSH-nak legyen egy feladata az, hogy bevonva szakembereket dolgozza ki azt, hogy hogyan tudnánk mi magunk a fejlődést mérni a növekedéssel szembe, illetőleg azt nem is mondom, hogy szembe, hanem a növekedés mellett a fejlődést is figyelembe venni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, itt említettem ugye a Nemzeti Fenntartható Fejlődés keretstratégiát, amit hangsúlyozom még egyszer a parlament honlapján, sőt hozzáteszem, a jelentéseket is megtalálják. És én azt gondolom, hogy ezzel együtt, hogy van egy ilyen megvan az alaptörvényünk, a keretstratégiánk, a törvényeink megvannak, és itt nagyon örültem akkor, amikor a KPMG elkészítette dr. Mezősi Balázsék felkérésére azt a kézikönyvet, amit egyébként a vállalkozóknak a fenntartható fejlődés kézikönyvét elkészítettek, hogy akkor a KPMG-től kaptam én is azt a tájékoztatást, aminek nagyon örültem, hogy a világban a környezet védelmével és a fenntarthatósággal kapcsolatos jogszabályok területén, tehát a jogi szabályozás területén 13. legjobbak vagyunk a világon. Én azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy ez egy dolog, hogy vannak megfelelő jogszabályaink. A másik fontos kérdés az, hogy az implementációval hogy állunk, tehát a végrehajtás megtörténik-e. Nyilvánvaló, hogy ebben fontos itiner számunkra az, ahogy említettem, a stratégiának az erőforrásokkal való gazdálkodás felelősség rendszerében, hogy kinek milyen a feladata. Én azt gondolom, hogy ehhez azt mondhatjuk, hogy a kereteink megvannak, és ehhez egy nagyon jó eszközt adott arról gondolom Balázs majd beszélni fogsz a kézikönyvről. Nagyon jó keretet ad a kézikönyv. Gyakorlatilag azok a feladatokban ad egy nagyon jó eligazítást az a kézikönyv. Részben azért, hogy a fogalmak mögött mi van, beleértve a fejlődés, növekedés, kibocsátás, egyéb kérdésköröket is. Ugyanakkor, ami egy nagy segítség szerintem minden vállalat és vállalkozó számára, hogy ad egy eligazítást abban is, hogy a különböző hatósági feladatokat hogyan, milyen módon kell teljesíteni, hogyan tudunk közösen hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarország tényleg azokhoz a célokhoz, ahhoz a 17 fenntarthatósági célhoz hozzájáruljon, amit, ha emlékeim nem csalnak, a Párizsi Nemzetközi Fenntartható Fejlődés konferencián megalkottak. Azért nagy időt és nagy utat jártunk be. Lévén 2022 van, egy dolgot engedjenek meg nekem, hogy említsek, mégpedig azt, hogy 92-ben volt a világban az a konferencia, ugye a riói, ami meghatározta a világ egész fenntarthatósági elmúlt 30 esztendejét, de ezt képest azt is el kell mondani, hogy 72-ben volt az az első stockholmi konferencia, ahol önmagában a világ országait összehívták, hogy beszéljenek arról, mert akkor már kezdtek rájönni arra, hogy fenntarthatatlan az, amit egyébként a világ a fogyasztásban, előállításban, én csak úgy mindig csodálkozom, és ez csak egy zárójeles privát megjegyzés, hadd legyen a részemről, ha bemegyek mindig egy élelmiszer áruházba, akkor ugye elgondolkodom, van-e annyi tehén, amennyi tej kint van, egyáltalán láttak-e a tejek tehenet, de beleértve az összes többi dolgot is, hát azért mennyi, és hozzátéve azt a kínálati rendszert is, ami a világban van, hogy
Egyszerűen semmi másra nem hív fel a világ, csak arra, hogy fogyasszunk, vásároljunk, és hogy ez egyáltalán meddig pörgethető és tartható fenn, ugye ez is egy nagy kérdés, azzal együtt, hogy mára a világ olyan helyzetbe került, amiben szerintem az elmúlt néhány száz esztendőben soha, tehát beleértve azokat a kihívásokat is. Ugye olvastam olyan tanulmányt, hogy önmagában a pandémia is pontosan annak az eredménye, hogy lassan már 8 millióan leszünk ezen a földön, és 2050-re azt jósolják, hogy 9 milliárdnyian lesznek a földön. Hát hogy fog kinézni az az ökológiai lábnyom, amiről egyáltalán beszélünk, hogy milyen lesz a világunk. És visszatérve erre 72-ben összehívott stockholmi konferenciára, azért nagyon érdekes dolog az, hogy Lang professzor úrtól, akit tényleg mentoromnak is tekintek, és aki nagyon sokat segített abban, hogy a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa is létrejöjjön, és arra büszke vagyok, hogy ez ma is a parlamentben ugyanígy működik tovább. És akkor azt mesélte a Lang professzor úr, hogy 72-ben volt egy delegáció, ami úgy volt, hogy Magyarországról elmegy a stockholmi konferenciára, és akkor a párt azt mondta, hogy nem megy senki, mert Magyarországon nincsenek környezetvédelmi problémák. Azért gondoljunk vissza, azért látok sok olyat, aki már 72-ben azért velem együtt mondjuk iskolába járt, hogy hát azért hova jutottunk? 72, ez gyakorlatilag 50 esztendő. 50 esztendő alatt oda jutottunk, hogy mára már tényleg fenntarthatatlan az, amilyen világban élünk, és ugye próbálják a nemzetközi szabályozással, a különböző jogszabályokkal fékezni azt a tendenciát, ahova jutottunk, és én azt gondolom, hogy ebben szeretném én magam is, és én azért is vállaltam, és köszönöm Balázsnak, Mezősi Balázsnak a meghívást, és külön elnök úrnak is ennek a lehetőségét. Azért is gondoltam, hogy én magam is részt veszek, hogy partnerül hívjam önöket arra, hogy próbáljunk meg, bár mindig azt mondják, hogy jó, hát ha mi megtesszük, és ha többiek nem. Hát igen, azért valljuk be őszintén, hogy van bennünk egy téridő diszkontálás, hogy addig, amíg távol van tőlünk időben vagy térben bármi, addig kevésbé foglalkozunk vele. Meg kell, hogy mondjam, mióta nekem is van egy 4 éves unokám, azért én is sokat elgondolkodom, hogy milyen lesz az ő világa, amikor annyi idős lesz, mint én. És hát olyan túl sok jót, én azt gondolom, hogy nehéz mondani, de én azt gondolom, hogy nekünk tényleg az a feladatunk, hogy a jogszabályi háttér létezésében, abban, hogy van egy jövőképünk, van egy stratégiánk, én azt gondolom, hogy tényleg azt kell, szeretném csak, hogy partnerül hívjam önöket, hogy ebben legyenek a partnereink. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy részt vesznek ezen a mai konferencián, ezek ki is fejezik azt, hogy az önök részéről minden aktivitás megvan ebben. Én szívesen állok az önök rendelkezésére, információkkal is, egyebekkel. A fenntarthatósági vállalkozói szemléletformálás programot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hívta életre minden olyan magyarországi KKV számára, amely érdeklődik a tudatos, gazdasági és környezeti szempontból egyaránt fenntartható vállalati működés iránt. A nyitó rendezvény házigazdája Radetzky Jenő, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében elmondta, a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara évek óta nagy hangsúlyt fektet a társadalmi felelősségvállalásra, környezeti és szociális oldalról egyaránt. Bizonyára nem vagyok egyedül azok közül, akik régóta gondolkodnak, hogy vajon lehet-e egy korlátlan növekedést fenntartani egy olyan világban, ahol a növekedéshez szükséges erőforrások korlátosak. Az ásványok, területek, piacok, fosszilis energiák, természeti kincsek, és bizonyos tekintetben a humán erőforrás az emberi tényező is. És hogy a mai rendezvény kulcsszavát használjam, fenntartható-e az ilyen módon az eddigi növekedés, bővülés, ennek hajszolása.
Egyébként közgazdás körökben régóta élelődik a gondolat, hogy egy gazdaság minősítésében a GDP szó mellett, a GDP növekedés helyett vagy mellett más indikátorok is legyenek. Például jólét, életminőség, boldogság és valami ilyesmi. Mi azonban ma itt nem növekedésről, hanem fejlődésről és éppen fenntartható fejlődésről beszélünk. Érdemes megvizsgálni, hogy a növekedés és fejlődés szó tartalmi különbségét és összefüggését milyen mértékben értjük. Már csak azért is, mert a növekedés a GDP elérhető extenzív módon, új gyárral, több emberrel, több piaccal, több anyagnak a felhasználásával, energiaforrásoknak az alkalmazásával, vagy intenzív módon, úgyhogy értékesebb terméket állítunk elő, több hozzáadott értéket tudunk biztosítani. És ezzel el is értünk a kérdés megválaszolásához. A föld ásványkincsekben, energiában korlátos, munkaerőben, munkaerő kérdésében, az emberi ész fejlődésében azonban korlátlan. Nincs tehát ellentmondás növekedés és fejlődés között, hanem szoros korreláció van. Különösen akkor, ha növekedést nem extenzív növekedés új erőforrások felhasználásával, a földi környezet kizsákmányolásával, hanem intenzív módon fejlesztéssel, fejlődéssel akarjuk elérni. Egy jó, egy egyszerű példát mondanék, mert nekem ez ebben az irodalmi környezetben talán ezt tetszett a legjobban, hogy egy falusi környezetben, egy kis közösségben, ahol faiparral foglalkozik a közösség minden tagja, folyamatosan kivágják a fát, és azt értékesítik, és ebben próbálják saját életminőségüket növelni, de vajon fenntartható-e, ha minden évben a saját boldogulásuk miatt többet vágnak ki, mint amennyi egyébként természetesen újra újul. Vagy keveset vágnak ki, de értékesebb terméket állítanak elő, netántán még részt vesznek az új erdő telepítésében, és ebben érik el egy fejlődéssel a növekedést. Én azt hiszem, hogy globálisan és lokálisan is új szemléletre van szükség. Nem csak globálisan, hanem a saját környezetünkben is ezt a szemléletet kell majd a jövőben, de azonnal alkalmaznunk. És ebben a folyamatban, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vállalkozó társak, mindannyiunknak megvan a szerepe. Az embereknek, egyéneknek, felnőtteknek, gyerekeknek, közösségeknek, kicsi és nagy, országos és világközösségnek, természetesen a politikának, a politikusoknak, és hát azért vagyunk ma együtt, hogy belássuk, hogy a vállalkozásoknak, vállalkozóknak is megvan a felelőssége, megvan a szerepe, és megvan a lehetősége, hogy tegyen. Segítenünk kell egymást jó gondolatokkal, tapasztalatokkal, a sikeres példák bemutatásával. Erről szól a mentorprogram. Számunkra nagyon megtisztelő, hogy az országos mentorprogram zászlajára tűzte a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos jó példáknak a bemutatását. Jó, hogy vannak mentorok, akik a saját tapasztalatait más vállalkozóknak mini környezetben átadják, azért, hogy ez a fenntartható fejlődés kérdése azonnal mindenki számára világos legyen. Köszönöm az országos szervezőknek, hogy ezt a programot idehozták. Már csak azért is, mert a mi gazdasági házunk az egy mintaprogram volt a fenntartható fejlődés tekintetében, amikor ezt a házat felújítottuk olyan címmel, hogy a gazdaságháza a fenntarthatóbb életmódért, mint a projekt Fejér megyében, egy KEOP pályázat keretén belül nagy örömmel és tisztelettel alakítottuk át egy energiatakarékos és minden tekintetben példamutató épületté. És hát köszönöm a szervezőknek, hogy
elhozták Szili Katalint is, ennek a programnak egy fő mentorát, akiről tudni kell, hogy országgyűlési elnökként két olyan javaslata is volt, amelyik naggyá nőtt. Az egyik ugye 2004-ben a Kárpát-medencei vállalkozók, vagy Kárpát-medencei képviselők fóruma, amiből ma egy széleskörű nemzeti összefogás gazdaságfejlesztési program alakult ki, és hát 2007-ben az ő javaslatára jött létre a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, amelyiknek az a feladata, hogy ilyen programokkal a közvéleményt, a társadalmat folyamatosan elérje és biztassa őket, hogy a földünket meg kell óvni, és a növekedésnek egyetlen egy útja van, ez pedig az intenzív növekedés, a humán erőforrásnak, az észnek, a tapasztalatnak a legjobb felhasználása. A fenntarthatósági vállalkozói szemléletformálás program mentorvállalatok és szakértők tudására építve nyújt tananyagokat, mentorálást és céglátogatási lehetőséget a KKV-k számára, amelynek keretében tudást és tapasztalatokat szerezhetnek, fenntarthatósági akciótervet készíthetnek a résztvevők. A program júniusban indult, a jelentkezés folyamatos. Kedves nézőink, a köztérben a vállalkozások fenntarthatósági szemléletformálása került a középpontba. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.